Üdvözlöm a kedves nézőt! Ez a 40. videónk, és bizonyos elméletekben a 40-es szám az nagyon fontos szerepet játszik, de tulajdonképpen nem is a 40-es, hanem a 39-es. Ugyanis az 3×13, és ez Jézushoz köthető. Ja, az utolsó vacsoránál is 12 tanítvány ült, és a 13. volt Jézus. És nem kell mondanom, hogy ez a 13-as szám, ez melyik vallásban számít az átok számnak, mert ezt önök úgy is tudják. De minden esetre a 40. szám az valaminek a lezárása is, valaminek az újrakezdése is. És én így próbálom ezt a 40-et is önökkel megbeszélni, mert itt olyan fontos kérdésekről lenne szó, terveim szerint, amikről állandóan szót kellene váltani. Az első téma az rövid lesz, mert az a közvéleményt legjobban foglalkoztató akkumulátorgyárokhoz kapcsolódik. A második téma pedig ugyancsak a közvéleményt most nagyon foglalkoztató a gyerekek veszélyeztetettségével kapcsolatos. És hát ez a második, ez a nagyobbik és a legfontosabb, ez az erkölccsel kapcsolatos téma. Nagyon szeretném, hogyha a második témát azt elég alaposan körül tudnánk járni, mert kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amikkel eddig foglalkoztunk, mégpedig a globalizáció, a globalizációval kapcsolatos kommunizmus, illuminátus rend, illetve a szabad könyvesség működéséről. És ugye ez mind egybefügg, az remélem az adás végén már mindenki előtt teljesen nyilvánvaló lesz. Kénytelen leszek egy-egy kérdésre kitérni, hogy érthető legyen mindenki számára, aki talán most hallgatja először ezeket az adásokat, és fölhívnám itt az elején rögtön a figyelmet arra, hogy én olyan könyvekből, iratokból dolgozom, aminek egy részét az önök segítségével találtam meg. És ezt nagyon köszönöm önöknek, és kérem, hogy úgy hallgassák végig ezeket a videókat, hogy abban az önök munkája is, és az önök odafigyelése is benne van, egy kicsit, vagy nem is kicsit, az önök együttérzése és segítsége. Azért mondom ezt, mert a videó második részében, tehát az erkölccsel kapcsolatos kérdés megvitatásában én egy olyan könyvre támaszkodom, amiről már volt szó itt a 8. videóban, csak akkor nem igazán ismertettem, mert nem volt rá idő egy más téma kapcsán, de most nagyon sok mindent szeretnék erről a könyvről elmondani. Úgy találtunk erre rá a munkatársaimmal, hogy ezt egyik barátunk az interneten találta, felfigyelt rá, Jüri Linnának a könyvéről van szó, aki a
Skorpió jegyében című könyvet írta, és ebből a könyvből készült aztán egy film, aminek a címe már nem ugyanaz, hanem eltér egy kicsit, mégpedig a címe az, hogy a Hermész árnyékában. Tehát egyik barátunk megtalálta ezt a könyvet, az alcím mondott többet, az alcím így szól, hogy a kommunizmus titkai. És segítettek megszerezni az internetről ezt a filmet. Az egyik hozzászóló igazított el, hogy hol keressük, és ennek a hozzászólónak a hozzászólásában, amit utólag is nagyon hálásan köszönök, szerepelt az, hogy maga a könyv is fönt van az interneten, és ezt a munkatársam letöltötte, és készített belőle egy A5-ös méretű könyvet, aminek alapján én mondom ezeket az információkat, és főleg a mai témának az erkölcsel kapcsolatos részeit fölépítettem. Nagyon szeretném, ha önök is hozzájutnának magához a könyvhöz, illetve a filmhez, mert nem tudom egyelőre, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, hiszen már egyik sincs fönt az interneten, eltávolították. A videó végén önök is megértik, hogy miért. De olyan adatokat tartalmaz, olyan levéltári kutatásokat, kutatásoknak az eredményeit, amelyek a Szovjetunió létrehozásával, a kommunizmus kiépítésével, a kommunizmus és a szabadkőművesség kapcsolatával, az illuminátus rendel való kapcsolatával, illetve még a magyarországi rendszerváltás bizonyos adatai is szerepelnek benne. Tehát egyrészt ezt szerettem volna elmondani, és egy pár sort felolvasok az író életrajzából, akit Jüri Linnának hívnak tehát. Tehát ő egy észt újságíró, tehát egy kis balti államnak a szülötte, aki zenei producer is volt, filmrendező is, rádiós műsorvezető, de foglalkozott kicsit a paranormális jelenségekkel is. És ezt a könyvet az 1970-es években írta. Ő a háború után született 2-3 évvel, és mivel hogy Észtország, ugye a Szovjetunió része volt, ezért ő igencsak megtapasztalta a kommunizmus hátrányait. És miután megírta ezeket a könyveket, mert nem csak egy könyve van, a többit nem találtuk egyébként, hát kiutasították a Szovjetunióból, illetve Észtországból. Önök sejthetik, hogy miért. Tehát a kommunizmus titkaival kapcsolatos kutatásokat végzett. Miután kiutasították, 1979-ben Svédországba telepedett le, és tudomásunk szerint máig ott él, és valószínűleg hát bántatlanul tudja a kutatásait folytatni, bár ennek most nyomát nem találtuk. Tehát először a mai közvéleményt nagyon foglalkoztató akkumulátorgyárakról szeretném elmondani az én véleményemet, ami lehet, hogy nem megalapozott, de minden esetre igyekeztem utána járni, hogy egyáltalán
milyen helyzetben vagyunk, és helyeselhetjük-e mindazt, amit a kormány és az ország vezetése ezzel kapcsolatban tesz. És én sajnos azt kell mondjam, hogy én nem helyeslem. Mert nagyon sok példa volt arra, hogy egy ország olyan ipart épített ki, amihez kapcsolatos és szükséges nyersanyagok abban az országban nem voltak felelhetők. És amikor nehéz helyzetbe került az ország, teljesen ki lett szolgáltatva a beszolgáltatóknak. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy lehet, hogy majd egy pár év múlva az elektromos autók és ezeknek a kereskedelme kibővül, de ezek a prognózisok nem biztosan jönnek be. De hát, hogyha nem jönnek be, mert valami újítás vagy találmány még kifizetődőbb a pénzoligarchia számára, akkor lehet, hogy ez a magyar gazdaság csődjét fogja jelenteni. A másik meggondolási pont, hogy Magyarország soha nem volt olyan iparosodott ország, mint például Csehország, vagy akár Franciaország, de említhetjük például Svájcot, ahol egy olyan ipart fejlesztettek ki ugye a magas hegyek között, ami kevés nyersanyag szükséglettel jár, és ott a finom mechanikai készülékek gyártása igenis nagyon jó választás volt, főleg az óragyártás. Magyarország nem olyan természeti adottságokkal rendelkezik, hanem nagyszerű termőfölddel. És a jövőben, ahogy ez előre látható a mai nap, bizony az élelmiszer termelés még inkább stratégiai ágazat lesz. Mert az élelmiszer termelés csak, tehát ha az élelmiszert, mint az élet alapvető szükségletét vesszük, akkor azért olyan fontos, mert ha egy állam vagy egy ország nem tudja ellátni a saját lakosságát helyi termékkel, akkor ugyancsak külföldi szállításra szorul, és ez már életbevágóan fontos dolgokat tesz szükségessé, tehát zsarolható lesz az ország. És ha most mi arra törekszünk, hogy az Európai Unió őrült tervei mindenképpen ki akarjuk kerülni, és nem akarjuk teljesíteni a parancsait, akkor bizony valamiféle önállóságra kell szert tennünk. De az önállóság, akárhogy nevezzük is most a vármegyéket, ugye, mert a nemzeti önállóság az tulajdonképpen a rég múltban a vármegyéken alakult. Tehát ez az önállóság nem attól lesz meg, hogyha a megyéknek visszaadjuk a vármegye nevét, vagy éppen a vezetőjét főispánnak nevezzük, hanem attól valósítható meg, akkor valósítható meg akár viszonylagos önállóság, hogyha az alapvető, az élethez alapvetően szükséges élelmiszert helyben meg tudjuk termelni. Úgy soha nem lehetünk önállóak, hogyha élelmiszerből
behozatalra kényszerülünk. Tehát az akkumulátorgyárak telepítése a legjobb minőségű termőföldekre egy nagyon rossz választás és egy zsákutca. Arról nem is beszélve, hogy nem igazán tájékoztatták a szakemberek a közvéleményt arról, hogy milyen környezetkárosító következményekkel kell számolnunk. Tehát nem volt becsületes vita a szakemberek között, a közvélemény előtt, hogy megérthessük, hogy működik ez az ipar. És ez azt jelenti, hogy nem tájékoztattak becsületesen bennünket. Tehát itt már kell a gyanúper elérnünk, hogy azért nem tájékoztattak, mert valami fontos dolgot, vagy fontos körülményt el akarnak előlünk hallgatni. Tehát nagyon veszélyes erre az útra lépni, és csak az lehet a célunk, a közös jövő és a jobb jövő érdekében, hogy a magyar termőföldet minden erővel megvédjük. Mégiscsak ezért harcoltak, ezért szenvedtek, kínlódtak az őseink, és ezt meg kell őriznünk minden áron, hogy itt élhessünk továbbra is. Tehát az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban én ennyit szeretnék mondani, és most a másik témára térnék, a gyerekek, tehát a pedofília, az erkölcs, a gyerekek veszélyeztetése témában. Én meg vagyok döbbenve, hogy idáig fajulhatott a helyzet Európában. És azokat a vezetőket, politikusokat hibáztatom ennek a helyzetnek a kialakulásában, akik egyrészt tudatosan, mert egész biztos vagyok benne, hogy tudatosan követték azt a politikát, amit eddig követtek, hát például a macroni politika, meg a francia vezető politikusoknak ebben a témában törvénybe iktatott akarata az elképesztően aljas. Mert itt talán még erről nem volt szó, de Sárközi elnök, aki sajnos magyarországi származású, olyan oktatási anyagot vezetett be már 2011-től, vagy 13-tól, amelyben a gyerekek szexuális oktatását írták elő már alsó tagozatban. És igyekeztek érzékenyíteni őket a homoszexuális viselkedésre. Ez Sárközi elnök alatt már elkezdődött. És mi csak örülhetünk annak, hogy borzasztóan rossz helyzetünk ellenére mi olyan kormányt mondhatunk a magunkénak, aki ebben a kérdésben nem engednek. És reméljük továbbra is ezen az állásponton maradnak. Tehát hogy juthattunk ilyen mélyre, amire szerintem civilizáció soha nem jutott tudomásom szerint, illetve elbukott civilizációk, megszűnt civilizációk, kultúrák talán a végső stádiumban jutottak erre a szintre, hogy természetellenes szexuális magatartásokat erőltetnek rá a társadalomra. Hát természetesen itt arról van szó, hogy egy olyan
pénzoligarchia akarja most már az emberiséget uralni, és meghatározni, hogy milyen létszámban létezzen, és milyen elvek alapján működjön, amely ellensége az emberi minőségnek. És akkor itt most a mai erkölcsi helyzethez eljutni akarván, vissza kell mennünk 200 évre legalább a francia forradalom idejére, illetve a 18. századra, amelyben mindazok az erkölcsi aberrációk, amelyek most már szinte erőszakos módon ránk vannak kényszerítve, ezek az erkölcsi aberrációk megjelentek. És utaljunk arra, hogy a francia forradalom kiknek és minek a műve volt. Ez már bebizonyosodott, és hála Istennek egész irodalma van annak, hogy bizony ez a szabadkőművesség elterjedésének a következménye, illetve a szabadkőművesség egy bizonyos irányzatának, az illuminátus rendnek a megalakításával kezdődött. A szabadkőművesség úgy tudjuk, hogy Angliából indult el a 18. század elején, 1717-ben, átkerült Franciaországba, ahol elterjedtek a szabadkőműves páholyok, ez mind a 18. század, és elterjedt és átterjedt a német fejedelemségekre is, és itt következett be Frankfurtban, Frankfurt am Mainban, Main mellett, Ingolstadtban az illuminátus rend megalakítása 1773. május 1-én. Az, hogy az illuminátus rend Frankfurt közelében jön létre, Ingolstadtban, és egy áttért zsidó ember Weishaupt hozza létre, az már elárulja, hogy milyen eszmeiség alapján keletkezett. Tudjuk, erre is Ingolstadtban ott vannak az iratok, bárki megnézheti, ezt senki le nem tagadhatja most már, hogy Rothschild pénzen hozták létre az illuminátus rendet, ami egy szabadkőműves irányzat, tehát a szabadkőművességnek a továbbfejlesztett változata, és gyakorlatilag az illuminátus rend alapokmánya, illetve alkotmánya az egy olyan szélsőséges, ugyancsak egy zsidó rabbi által, kabbalista rabbi által létrehozott irányzat, amelynek az eredményét most látjuk a 21. században. Drábik Jánosnak az előadásából tudjuk, és én itt most nem akarom elismételni mindazt, amit ő erről nagyon pontosan és személyesen előadott, de a főbb vonalait azért muszáj megemlítenem. Tehát ő elmondta, hogy ott Ingolstadtban úgy hozzák létre ezt az illuminátus rendet, hogy a Rothschildok egyik tagja, akkor van fölemelkedőben a Rothschild bankház, benyújt egy 25 pontos javaslatot, hogy azok alapján hozzák létre
ezt a titkos társaságot, mert a lényeg az, hogy titkos társaságról van szó, és ennek a 25 pontnak a célja, és a 25 pont működése alapján előrevetített jövő, az pedig ennek a pénzoligarchiának a világhatalomra emelése, illetve a világ összes népeinek a pénzoligarchia alávetése. A 25 pontból csak egy párat hadd említsek meg, tehát minden uralkodóház és dinasztia, monarchia eltörlése, ez történik például Oroszországban, ugye a novemberi forradalom, ami nem létezett alapján, Leninék munkálkodása folytán. A család, az öröklés eltörlése, és természetesen a család szerepének, tehát a társadalom erkölcsének a lezüllesztése. Aztán a gyerekek kommunális nevelése, tehát kiemelése a családból, és az állami intézményekben való nevelése, és minden vallás eltörlése. Azaz egy világvallás létrehozása, aminek a magját már látjuk, ez ugyancsak Amerikához kötődik, ahogy a többi pont létrehozása is Amerikából fog kiindulni. Tehát a világvallás az egy olyan szinkretikus vallás lesz, aminek az alapját a Talmudban találjuk meg, ezek a Noahita törvények. Ezek alapján egy olyan világvallást akarnak bevezetni, amelyben az emberiséget két csoportra osztják, zsidókra és nem zsidókra, mind a két csoportnak a kötelességei mások, tehát a zsidókra nem vonatkoznak a nem zsidókra vonatkozó törvények, és fordítva, de a világvallásnak a vezető papsága, az tulajdonképpen csak a zsidóság lehet. És ez mind a talmudista elmélet alapján lett kidolgozva már a 20. század közepe táján, amikor az amerikai elnökök egy zsidó rabbit, akit a saját egyháza messiásnak tekint, egy zsidó rabbit vett tanácsadóul a Fehérházba, Schneerson rabbit, és attól kezdve, 1951-től kezdve, amikor a Schneerson rabbi, mint tanácsadó belép a Fehérházba, és a születésnapját nemzeti ünnepé nyilvánítják, minden egyes amerikai elnök mellett ott található. Tehát mindaz, ami az amerikai elnökök döntései mögött van, ott van ennek a talmudista, úgymond tanítónak, messiásnak a szelleme. És nem csak tanácsadóként szerepel, hanem 1991-ben magát ezt a talmudista noahita törvényrendszert bevezetik az amerikai törvényhozásba is, bár még nem alkalmazták. Minden esetre ennek a szemléletnek az alapja az, hogy a zsidóságnak a
vezető szerepe az megkérdőjelezhetetlen a világon, és feladatuk az, hogy ezek alapján, a törvények alapján ők a világot irányítsák. És hogy ezt nem csak én találom ki, hanem az egész politikum, tehát Amerika politikája ezt igazolja, azt egy olyan idézettel szeretném önöknek illusztrálni, ami tulajdonképpen egy zsidó ember könyvében szerepel, aki a zsidó irodalomból idéz különböző véleményeket a világ helyzetére vonatkozólag. És ezt a zsidó embert Bernard Lázárnak hívják, többször hivatkoztam én már az ő könyvére, de nem ebben a vonatkozásban. Ő ír a könyvében arról, hogy a zsidóság hogy val önmagáról, tehát minek tekinti önmagát a zsidó nép. A következő képpen szól ez az idézet. Ez az Antiszemitizmus című könyvéből a 307. oldalról származik. A zsidók úgy tartják, hogy a törvény nélkül, tehát az ő törvényük nélkül, a Talmud nélkül, az azt gyakorló Izrael nélkül a világ nem is létezne. Isten egyenesen megsemmisítené. A világ csak akkor ismerheti meg a boldogságot, ha aláveti magát a zsidó törvény egyetemes birodalmának. Tehát innen már kikövetkeztethetjük azt, hogy tulajdonképpen egy olyan világvallásnak a terjesztését tartják feladatuknak a zsidó nép tagjai, amelynek a központja, a kiváltságos tagjai ők, mert csak ők tudják boldogítani a világot és boldoggá tenni. Hát itt ugye mindjárt beugrik az az idézet, amit Klaus Schwab mondott, hogy semmit nem lesz, de boldog leszel. Hát az, hogy már éppen fosztanak meg bennünket mindentől, még a szabadságunktól is, sőt a levegőtől is lassan, azt már látjuk. De hogy ebből hogy lesz a számunkra boldogság, ugye azt még elképzelni sem tudjuk. Nos, tehát ennek a zsidó erkölcsnek, ennek a rasszista erkölcsnek, hiszen ők felsőbbrendűnek tartják magukat, ennek a rasszista erkölcsnek a kiterjesztése folyik mostanában, de nagyon sötét eszközökkel. És mire alapozom én ezt? Mert arra, hogy a zsidó pénzügyi világ, bankvilág, világhatalmi törekvései és azoknak a módszereknek a használata, amit mai nap is látunk, azok már rég le vannak fektetve, és a leginkább kézzelfogható módon az a Zion bölcseinek a jegyzőkönyveibe. De ezek az írások, ezek 1906-ban lettek kiadva nyomtatásban,
És úgy tudjuk, hogy csak a 19. század végén, tehát az első cionista világkongresszuson fektették írásba 1897-ben a svájci világkongresszus alkalmával. Bázelben volt egyébként ez a világkongresszus. És azok a leírások, amelyek azt az utat festik elénk, hogy hogy lesz majd a világ boldog, és hogy lehet azt a hatalmat megszerezni, amellyel mi majd a zsidó vezetés által boldoggá leszünk, és a boldogságot megtaláljuk, azt pontosan ezekben a könyvekben találjuk meg, és az erkölcsi züllést, aminek most a tanúi vagyunk, azt pontosan ezekben a könyvekben tervezik meg. Tehát a goly társadalmak erkölcsi züllését, főleg a keresztény Európa erkölcsi züllését, mert a talmudizmusnak a legnagyobb ellensége a kereszténység. De ez nem is meglepő, hiszen a talmudizmus alapja a farizeizmus. Tehát a farizeizmus az tulajdonképpen egy olyan eszmerendszer, ami ellen Jézus 2000 évvel ezelőtt fellépett, és ez a farizeizmus, ez juttatta őt a keresztfára. És innen érthetjük meg, hogy a valódi kereszténység, mert ugye most már azért judaizálódott a kereszténység, a valódi kereszténység az a talmudizmusnak, tehát mindannak az eszmerendszernek, mindannak a rasszista eszmerendszernek az ellensége és a teljes ellentéte. Tehát a Cion bölcseiben szerepel az, hogy lehet a goly társadalmakat legyengíteni, és olyanná tenni, hogy rájuk erőltethessék azt a bizonyos világhatalmat, aminek az alapja a Talmud. A következő idézeteket találtam. A gólyok társadalmát a drog, szex és erőszak módszerével fogjuk lezülleszteni. Mondom, 1897-ben volt a cionista világkongresszus. A folyamatot lassan vezetik be, ez egy előadásból származik, Philippe Longard d'Assas francia professzor előadásából, aki ezt az idézetet magyarázza. Tehát a folyamatot ezek a körök lassan vezetik be, észrevétlenül, és hogy milyennek a folyamatnak a lényege, azt ő Szent Ágoston írásaival magyarázza. Mert hogy Szent Ágoston mit is mond azokról a módszerekről, amiknek itt tanúi vagyunk? Azt mondja, hogy ha mindent látnunk kell, a látványt el kell viselnünk. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy milyen felháborító plakátok jelentek meg bizonyos időben, meg milyen filmbéli jeleneteket kényszerítettek rá a nézőkre. Tehát ha mindent látnunk kell, a látványt el kell viselnünk, mondja Szent Ágoston. Ha mindezt el kell viselnünk, mindent tolerálnunk kell. Ha mindent tolerálunk, mindent elfogadunk. Ha mindent elfogadunk, mindennel egyet is értünk. Tehát csak sokszor kell
arra kényszeríteni a társadalmat, hogy tolerálja azt, amit nem akar elfogadni, és a kényszerítésből lassan elfogadás lesz. Tehát a társadalom lezüllesztése, főleg a fiatalok társadalmának, a fiatalok csoportjainak a lezüllesztése egyrészt a drog, szex és erőszak módszerével történik, másrészt azzal, hogy ezeket a társadalom egészére rákényszerítik, és nem engedik az ellene való harcot. Még egy idézetet mondanék a jegyzőkönyvekből. Tehát még egyszer mondom, 1897. A jegyzőkönyveknek az egyik tanítása így hangzik. A goly tömegek le vannak butítva az alkoholtól, fiatalságukat megrontja a korai szabados életmód, ügynökeink, nevelőink, házi alkalmazataink befolyása által, feleségeink pedig a korrupció és pompakezelés divatjával hozzák alávetett helyzetbe őket. Tehát 1897-ben, Bázelben már azt mondják ki, hogy le vannak butítva a nem zsidó társadalmak az alkoholtól, és fiatalságuk meg van rontva a korai szabados életmódtól. És itt vagyunk az erkölcs kérdésénél. A szabados, korai szabados életmódtól. Hiszen most már a genderelmélettel és a fiatalok homoszexuális érzékenyítésével gyakorlatilag be akarják vezetni a gyerekek szexuális szokásainak a szexuális irányultságukat, ami gyakorlatilag, és ezt évezredek óta tudjuk, ez a megrontásukkal egyenlő. Tehát én döbbentem, figyeltem már egy pár évtizede, hogy ezt a döntéshozók miért nem látják. Tehát a szexualitásnak a szexuális kérdésnek a szentség alól való kiemelésével, mert a falusi társadalmakban a népek egyszerű fiai között a szexualitás, az gyakorlatilag így önmagában nem is létezik. Az csak a szerelemmel, tehát a két nem egyesülésével kapcsolatban létezik, és ez, hogy szexualitás, az szóba se kerülhetett. Tehát ennek az elválasztásával, a két fogalom elválasztásával már kiemelték a szerelem, a szeretet köréből magát a testi kapcsolatot. És ezzel elkezdődött a megszentségtelenítése az emberi élet legszebb érzelmi kapcsolatának, vagy egyik legszebb érzelmi kapcsolatának. És most figyeltek rá fel bizonyos körökben, és most kezdődött el talán valami ebben a kérdésben, valami tisztázás, valami helyretevés, ami bizony nagyon-nagyon a dolgok állása alapján nagyon visszafordíthatatlannak tűnik már. De itt éppen ennek a kérdésnek a kapcsán hoznám fel a Ez itt a kérdés című videósorozatnak
tehát ez egy kerekasztal beszélgetés a TV5-ön, azt az utolsó beszélgetését, videóját, amely 2023. február 20-án lett feltéve az internetre, és aminek az a címe, hogy a szabados szexualitás mögötti ideológia. Tehát ugye bennünket azzal támadnak, bennünket konzervatívokat, hogy mi uralkodni akarunk, illetve elnyomjuk azokat, akik ezen a téren hát szabados életmódot óhajtanak folytatni, illetve csak ki akarják élni saját vágyaikat, amihez szükségük, amihez joguk van, mondják ők, mert semmi rosszat nem akarnak ők. Csak hát itt van egy olyan csavar a gondolkodásukban, ugye az emberi szabadság kérdésében, amit alantas módon nem tárgyalnak meg. Hogy ez a szabadság forma, az egyéni szabadság és életmód forma, ez soha nem csak egy embert érint, hanem ez érint másik embert is. Tehát a párkapcsolatban nem lehet csak azt figyelembe venni, hogy valakinek, egyénnek mi a jó és mi a nem jó, mert ez mindig másik embert is érint, és ebben a vonatkozásban már a szabadság az csak korlátozva lehet valóban szabadság. Tehát akkor, amikor itt ezeket a természetellenes erkölcsi kapcsolatokat ránk akarják erőszakolni, akkor azt kell figyelembe vennünk, és arról az alapról kell elindulnunk, hogy a természetellenesség ráerőszakolása a másikra, tehát, hogy látnunk kell, meg vele együtt kell élnünk, ez a mi szabadságunknak a megnyírválását jelenti. És ehhez senkinek nincs joga. Még annak a kisebbségnek sem, amelyik ilyen természetes szexuális szokásokat gyakorol. És ebben az adásban, amit az előbb említettem, én nagyon örültem, hogy erre a kérdésre kitérnek, és tisztázzák a dolog lényegét, hogy hol csapják be az embereket végül is ezek a liberális és nyugati körök, akik bennünket is rá akarnak venni ezekre a szokásokra. Nagyon örültem, hogy éppen egy olyan körnek a vezetője szólalt fel, aki a férfiakat képviseli. A Férfiak Klubja vezetője beszélt arról, hogy a bennünket ostromló nyugati liberális körök miket hallgatnak el, amelyek sajnos már a társadalomból, mint ismeret kivesztek. Ő hivatkozik arra az amerikai tanulmányra, amely azt vizsgálta, hogy a civilizáció kultúrák időtállósága min alapszik valójában. Tehát mely civilizációk tudtak hosszabb ideig felmaradni, mely kultúrák voltak, amelyek
jól működtek, hosszú ideig működtek, és mi lehet annak a titka, hogy azok nem tűntek el egy pár évtized alatt. És a férfiak klubja vezetője szögezi le a tanulmányok alapján, hogy ezekben a kultúrákban mindig a szexuális korlátozásra alapozták az erkölcsi rendszert. Tehát egyetlen egy olyan kultúra nem élhetett fenn, nem maradhatott fenn, nem működhetett hosszabb ideig, amelyben a szexualitást nem korlátozták volna. És az, hogy a szexuális erkölcsök mindig, minden természetes kultúrában korlátozva vannak, és amint ezeket feladja a társadalom, ezek a kultúrák rövid időn belül elpusztulnak, ezekből a tanulmányokból teljesen nyilvánvaló. És akkor ehhez hadd tegyem hozzá azt, hogy ez még a mi neveltetésünk alatt is nyilvánvaló volt, mert én is olyan környezetben nevelkedtem, és olyan családban, Csonka családban sajnos, amely a falusi kultúra értékeit adta tovább, és ennek az alapja az volt, hogy csak a szexuális erkölcsiség, tehát korlátozás és az erkölcsi normák betartása mentheti meg az embert a korai elzülléstől és mindenfajta egyéni problémától. Ez tehát jelen volt még a legutóbbi időkig is az emberi társadalmakban, és az, hogy most már ezekre tanítani kell az embereket, és vissza kell hozni azt a régi tudást, amit mi még megkaptunk, de mi már nem tudtuk továbbadni, mert olyan erős volt az ellenszél, hogy mi már csak ostoba konzervatív tanároknak és szülőknek tűntünk fel a következő, tehát a fiatalok szemében, mert a média és az egyéb intézmények nem ezeknek az értékeknek a fennmaradását segítették, hanem ezeket segítettek lerombolni. És ez így volt a kommunizmusban is. Bárki ennek ellentmond, meg tudom cáfolni, hiszen a tanári pályám folytán a kommunista érában láttam, és szemtanúja voltam, hogy kúszik be a nevelésbe, az oktatásba az az erkölcstelen felfogás, aminek az lett a következménye, amit most látunk. Most a kommunista diktatúráról csak annyit a Jüri Linna könyve alapján, hogy annak az illuminátus felfogásnak, amelyről az előbbiekben szó volt, annak a terméke a kommunizmus is. Mert a kommunista államot New Yorkban hozták létre, New York-i bankár pénzen, Leninék és Trockijék 1917-ben,
és ennek a kommunista diktatúrának volt alapja többek között a szexuális erkölcstelenség. Ebből nekünk is volt, mi is megtapasztaltuk, illetve a magyar társadalom is megtapasztalta 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt, amely alatt ugye az iskolákban bevezették a liberális erkölcsi elveket, illetve igyekeztek bevezetni, és szerencsére nem sok ideig voltak hatalmon. Viszont a Szovjetunióban ott nem csak a szexuális erkölcsöt, hanem mindenfajta erkölcsi elvet sútba dobtak, és kiszolgáltatták az országot, és a keresztény, az ortodox keresztény orosz lakosságot annak a tömeggyilkos kommunista elméletnek, aminek, még egyszer mondom, az New York-i bankárvilág a létrehozója. Ők akartak rabszolgaállamot a cárizmusból, és a munkatársaik által létre is tudták hozni. Ez jókora előkészítést igényelt. Jüri Linna könyve alapján már 1890-től utaztattak oroszországi zsidókat New Yorkba, Amerikába, és ott marxista, terrorista képzésben vettek részt. Létrehozott a Jakob Schiff bankház, a Kuhn-Löb és Company bankház egy orosz nyelvű szabad egyetemet ezeknek az oroszországi zsidóknak. 1900 és 1902 között 10 000 ilyen marxista képzésben létrehozott, marxista képzésben résztvevő oroszországi zsidó fordult meg New Yorkban. Ezeknek az volt a feladata, hogy miután visszautasztatják őket Oroszországban, közrejátszanak a cárizmus megbuktatásában. 1905-ben volt egy kísérlet az orosz-japán háború kapcsán, hogy már akkor létrehozzák a kommunizmust, a kommunista társadalmat, Leninék, de ez kudarccal végződött, és utána II. Miklós cárnak sikerült a Sztolipin nevű belügyminiszterével helyreállítani a rendet, de utána 1917-ben a cárizmust már sikerült megbuktatni, ugyancsak New Yorkból. Azt is tudjuk, hogy ezeknek az oroszországi zsidóknak, akik mint ügynökök, meg bankárok és brókerek utaznak ezrével Oroszországba vissza, és lazítják fel a keresztény társadalmat, ezeknek hatalmas haszna keletkezett az oroszországi forradalomból, és gyakorlatilag kifosztották az országot. A kommunista diktatúra megbukásával kapcsolatban, hogy a nyugati társadalom nagyon is egyetértett Oroszország és a kommunizmus fennmaradásával, és nem vették jó néven a bukását, arra egy-két idézetet olvasnék fel a könyvből. Például
bocsánat, 1992. augusztus 17-én egy nyilatkozatot tesz közzé a Göteborg Posten, tehát ez egy svéd újság. A demokrácia veszélyben van a balti államokban, ugye ez akkor még a Szovjetunió része. Azért volt veszélyben, mert akkor kezdték feltárni a kommunizmus bűneit. És megijedtek azok a vezetők, akik ebben ludasak voltak, hogy lesz belőle számonkérés. Egy-két esetben lett is, nem úgy, mint nálunk. De hogy a nyugati társadalom, amelyik nagyon jó néven vette, hogy a kommunizmus létezik keleten, nem náluk, hanem keleten, nagyon jól tudta, hogy mi zajlik a Szovjetunióban, azt egy 1921-es idézettel támasztanám alá, amely az Arbeitet nevű újságban jelent meg, egy Arthur Engberg nevű vezető svéd szocialista parlamenti képviselő mondja a következőket. Igazolva van, hogy a proletár diktatúra Oroszországban valójában a zsidók diktatúrája az oroszok felett. Tehát kik hozták létre az orosz diktatúrát, a kommunizmust? A New York-i bankárvilág. És a könyvben, ahogy mondtam, a magyarországi helyzetre is kitérnek éppen ebben az időszakban, tehát az 1994-es időszakban Csurka Istvánra hivatkozik Jüri Linna, és az ő egyik tanulmányából idéz a következőképpen. Csurka István író és országgyűlési képviselő egyik cikkében egyenesen kimondja, összeesküvés volt, mely szándékosan tette tönkre Magyarországot. A zsidók, liberálisok és az IMF vezették az összeesküvést. Hát a liberálisoknál természetesen az SZDSZ-re kell gondolnunk. Ez a könyvben a 216. oldalon szerepel. Maga a könyv körülbelül 223 oldalas, tehát a vége felé idézi Jüri Linna ezeket a mondatokat. A kommunizmus bűneinek a feltárása, hála Istennek, most már azért előre haladott állapotban van, de még mindig, ha valaki kimondja ezeket az igazságokat, akkor számítania kell arra, hogy bizony itt saját személyes biztonsága, illetve a kutatásai veszélybe kerülhetnek. És ezen nem kell csodálkoznunk. Az, hogy maga a közvélemény hogy nyilatkozik és mit gondol a kommunizmusról, az viszont a mi felelősségünk. Mert aki ismeri az igazságot, és nem teszi közzé, az gyakorlatilag cinkosává válik azoknak a tömeggyilkosoknak, cinkosaivá válik azoknak a tömeggyilkosaiknak, akik ezeket elkövették. És részt vállal magukból a bűnökből is. Tehát nekünk az a felelősségünk, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk, hogy minél több embernek nyíljon ki a szeme, hogy miért kerültünk ebbe a helyzetbe, és az erkölcs miért veszett ki a keresztény társadalmakból. Mert ugyancsak egy könyvből vett idézet alapján egy író jegyzi meg azt, hogy a rossznak az ereje csak annyira terjed ki, amennyire a jók nem tesznek semmit. Hát, most fölteszem a kérdést,
hogyha látják, ráébrednek a jók, hogy milyen folyamat kapcsán kerültünk végveszélybe, akkor rászánják-e magukat, hogy tesznek valamit, és megakadályozzák, hogy a gonosz célt érjen. Köszönöm szépen!